alma, barack és szilva házi főzésű. És kik kapnak belőle? Bárki, aki csak megóhajtja korán reggel. Az a jó fogópálinka, ami olyan büdös, hogyha kitöltik, hátrébb ugrik a disznó az olban, legalábbis ezt tartják Nagyecseden. Ráadásul a férfi ember csak azért iszik, mert sajnálja az állatot. Volt is mit sajnálni, hiszen a csapatok 11 disznóból készített finomságokkal versenyeztek a 9. nagyecsedi lápi disznótoroson. Ugyanállunk minden lápja az ecseri lápon, lápja a disznótorosunk, lápja egész éves rendezvénysorozatunkból több programunk, lápi fesztivált csinálunk nyáron, lápi felvonulásunk van, úgyhogy ez az egyik ilyen lápi rendezvényünk, és mint ahogy mondtam, 9. alkalommal rendezzük meg, ez is bizonyítja azt, hogy kedvező a fogadtatás a településen, és nem csak a településen, hanem a környékről is. A polgármester hozzátette, a rendezvény célja a hagyományőrzés mellett, hogy a helyi civil egyesületeket összekovácsolja, úgyhogy bármit megnézhettek és megkóstolhattak a kilátogatók. Volt hagymásvér, toroskáposzta, hurka, kolbász. A disznóvágás hagyománya, a pálinka fogyasztása, a zsíros ételek fogyasztása, amit néha pótolni kell némi gyógyszerrel, az emésztéséget meggyorsítja, meg oda kell figyelni a trigliceridre, a vérzsírszintre, de azt gondolom, hogy el lehet romlani havonta egyszer-kétszer. Természetesen a tánccsoportok gondoskodtak a jó hangulatról, de a rendezvény komoly megmérettetés is volt a csapatoknak, hiszen megnézték, ki és hogyan készíti a legfinomabb disznóságokat.